Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Korózs Lajos képviselő úrnak, MSZP képviselőcsoport, az ülés vezetését pedig átadom Latolcai János alelnök úrnak. Köszönöm együttműködést. Köszönöm szépen. Képviselő társaim, két szempontból is egészen más helyzetben vagyunk most, mint a tavasz folyamán. Egyrésztről sokkal, de sokkal súlyosabb jelenleg a járványhelyzet, mint tavasszal volt, a másik pedig tavasszal nagy képviselőtársaim által is említett végtelen időkorlátot most felváltotta a 90 napos időkorlát. Gyakorlatilag ezzel képviselőtársaim, illetve a kormány elismerte, hogy helyénvaló volt az a kezdeményezés, amelyet mi magunk is, MSZP frakció a tavasz folyamán megtettünk az időkorlátot illetően. Nézzük képviselőtársaim, hogy hogy jutottunk ide, ebbe a helyzetbe. Pontosabban azzal szeretném kezdeni, hogy mi hogy látjuk, hogy volt-e mulasztása a kormánynak mondjuk a nyár folyamán. Mi úgy látjuk, hogy nem készítették föl a társadalmat erre a második hullámra, mint derültékből a villámcsapás érkezett meg gyakorlatilag szeptemberben ide Magyarországra is a második hullám. Úgy látjuk, hogy nem bővítették a nyár folyamán a tesztkapacitásokat, és úgy látjuk, hogy nem hoztak intézkedést a humán erőforrás problémák megoldására sem. Ezen túlmenően megkéstek a segítségnyújtások jó néhány esetben. Elég, hogyha utalok arra tegnap ellenzéki pártok által tartott sajtótájékoztatóra, ahol most csak két elemet szeretnék kiemelni, az egyik a 100%-os táppénznek az ügye, a másik pedig az önkormányzatok megsarcolásának az ügye. Azt látjuk, meg tudjuk, hiszen az alaptörvény és az alaptörvényhez kapcsolódó egyéb rendelkezések, jogszabályok egyértelművé teszik, hogy járványhelyzetben minden felelősség a kormányé. Hangsúlyozom, minden felelősség a kormányé. Ahogy a frakcióvezetőnk, pártelnökünk fogalmazott a napi rendelőti felszólalásában, pénzparipa fegyver rendelkezésére áll a kormánynak. Ez az egyik dolog, amelyet szerettem volna szóba hozni. A másik, hogy többen is úgy fogalmaztak az elmúlt napokban, hogy a múlt héten átléptünk egy lélektani határt. Igen, Magyarország átlépett egy lélektani határt, hiszen a múlt hét folyamán kétszer is volt olyan nap, amikor több mint 100-an haltak meg, és ahogy néztem most a legfrissebb statisztikai adatokat, úgy néz ki, hogy a mai nap folyamán is több mint 100 halott van. A lélektani határ volt az is, hogy a napi fertőzöttek száma meghaladta az 5000 főt, és lélektani határ volt az is, hogy mintegy 6000 ember volt, aki kórházba került a múlt hét folyamán. De közel van most is ehhez a számhoz a most is kórházban lévőknek a száma, és a múlt héten derült ki, hogy több mint 400-an vannak lélegeztetőgépen. Ha nézzük csak, hogy mi volt a helyzet szeptember elején. Szeptember 1-ével ugye a kormány lezárta a határokat, én egyéb iránt nem is értettem, hogy miért zárják le a határokat, mert hogy pontosan tudtuk, hogy a vírus nem külföldről jött be, akkor már Magyarországon olyan gócpontok voltak, sőt a tavasz óta el sem múlt tulajdonképpen a járvány, ahol pontosan lehetett látni és lehetett volna lokalizálni a járvány terjedését. Ez az egyik dolog. A másik, amellyel szeretnék foglalkozni, az, hogy ha szeptemberhez viszonyítjuk ezeket az adatokat, akkor látszik, hogy a elhalálozottak száma a múlt héten, amikor két napon is több volt, mint 100 elhalálozás, az 47-szer több, mint ami szeptember elején volt, és 22-szer többen voltak kórházban a múlt héten, mint szeptember elején voltak, és 29-szer voltak többen lélegeztetőgépen, mint ahogy szeptember elején voltak. Tehát pontosan lehetett látni a járvány terjedésének a dinamikájából, hogy mi fog bekövetkezni. Két adatot szeretnék szóba hozni itt, képviselőtársaim. A napi tesztek pozitivitási aránya 25% fölött volt átlagosan bizonyos napokon. Volt, amikor elérte a 30%-ot. Ebből azt a következtetést levonni, amelyet a múlt héten még meghozott intézkedést a kormány, azt hiszem, hogy hát az a legfinomabb kifejezés, hogy az kevés volt. A másik ugye a reprodukciós ráta, amely világosan mutatja, hogy ha ez egy fölött van, akkor terjed a vírus, hogyha egy alatt van, akkor visszaszorulóban van a vírus. De a múlt héten
és azt megelőző héten olvashattuk a nem járványügyi szakemberek, hanem olyan vízügyi szakembereknek a véleményét is, ahol a szennyvízadatokból vontak le következtetéseket, és abból egyértelműen kiderült, hogy bizonyos nagyvárosokban igenis terjedni fog a vírus. Magyarul mindenhol terjed ma már az országban a vírus. Miniszterelnök úr azt mondta néhány héttel ezelőtt, hogy aki megbetegszik, azt meggyógyítják. Hát ne haragudjanak, képviselőtársaim, én nekem kétségeim vannak e felől. Azt hiszem a tegnapi nap folyamán is elmondtam, hogy az én környezetemben az elmúlt 10 napban 5-en haltak meg koronavírusban. Van ezek között vezető színész Egerben, van ezek között még 30 évét be nem töltött fiatal politikus társunk Józsefvárosban, de volt parlamenti képviselőtársunk is. Azt világosan kell látni, azt hiszem, és ehhez nem kell járványügyi szakembernek lenni. Ha nincs fertőzés, akkor nincs megbetegedés. Ha nincs megbetegedés, akkor nincs halál sem. Magyarul a legjobb védekezés az, hogyha megelőzzük a bajt. Nem tudom, hogy ezt az utat választotta-e az ősz folyamán a magyar kormány. Vagy valakik valahol egy olyan döntést hoztak, hogy engedjük szabadjára a vírust. Hiszen még itt volt olyan miniszter is a patkóban, aki azt mondta, hogy nyugodtan összefertőzhetjük itt egymást, mert az égvilágon semmi nem fog történni. Gyakorlatilag úgy állították be, mintha ez egy laza kis influenza lenne. Nem tartozik a tárgyhoz, de csak kérdezem, van elegendő oltóanyag influenza ellen? Mert én mindenhonnan azt hallom, hogy bár a házi orvosok 100-as nagyságrendben rendeltek, és 3-at meg 5-öt kaptak. Azt kell látni, képviselőtársaim, hogy egy jövőben bekövetkezett eseményre visszamenőleges hatályú intézkedéseket nem lehet hozni. Tehát, hogyha most, vagy a múlt héten tömegrendezvényeket is engedélyeztek, és akik azon részt vettek, másnap boltba mentek, piacra mentek, vagy éppen gyógyszertárba mentek, akkor bizony ők potenciális fertőzők voltak. Megfertőzhettek embereket, akár tömegével is. Ezek az emberek, vagy ezen emberek egy része, természetesen, ezt is látjuk, tünetmentesen átvészeli a fertőzést. De egy másik jelentős részük pedig megbetegszik. Akik megbetegednek, azok később, vagy egy részük később olyan súlyos lefolyású lesz a betegségük, hogy kórházba kerülnek. Tömegével. És bizony néhány hét múlva ezek közül kerülnek ki azok, akik meghalnak. És nem válogat a vírus. Nem úgy van, mint ahogy tavasszal elmondták, vagy próbálták velünk elhitetni, hogy csak a krónikus betegséggel küzdők, csak az idős otthonokban lévők, csak az idős emberek, nem így van. 20 éves emberek is belehalnak a vírusba. Tudok olyan élsportolóról, aki napi 2 edzés mellett is elkapta a koronavírust, és a sportorvos nem írta alá az őszi versenyengedélyét. Eltiltotta örökre a sporttól, a versenysporttól. Mert attól félt, hogy ha bekerül a medencébe, akkor ott fog meghalni. 20 éves emberek. Azt láttuk a múlt hétig, hogy hamarabb zártak be egy kórházi osztályt, mint mondjuk egy stadiont. Képviselő társaimmal az ősz folyamán is, de még tavasszal is kértük, követeltük, hogy a polgármestereket, a települési önkormányzatokat lássák el információval. Mai napig nem tudják a települési polgármesterek és képviselőtestületek, hogy a településükön hány fertőzött van, ha csak nem ők maguk utána járnak a statisztikai adatokból, országos, vagy éppen megyei statisztikai adatokból lehet következtetni, hogy mondjuk egy megyében milyen a vírus elterjedtsége. Pedig a települési önkormányzatok tudnának segíteni azoknak az embereknek, akik helyben bajba kerültek, hiszen ott van alapellátás, legtöbb helyen van alapellátás, van falugondnoki szolgálat, tanyagondnoki szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, de nem tudnak információhoz jutni. Mai napig nem tudhatjuk, hogy például hány egészségügyi dolgozó fertőződött meg.
A mai napig nem tudjuk, hogy hány szociális ágazatban dolgozó fertőződött meg. Azt sem tudjuk, hogy hány pedagógus fertőződött meg. Nem tudjuk, hogy mennyien vannak intenzív osztályon. Sőt, azt sem tudjuk, hogy az intenzív osztályra kerülők közül mennyien haláloztak el. Mint ahogy azt sem tudjuk, hogy akik bekerültek a kórházba, de nem koronavírussal, majd ott a vírust elkapva, mennyien fertőződtek meg. Úgy kell vadászni az adatokat. Több képviselő is több felszólalásban, legyen itt napirend előtti, vagy legyen azonnali kérdés, erre már többször kitért. Napi adatokat nem kívánom részletesen ide citálni, de hát nyilván látszik most is. Bőven több mint 4000 fertőzött van, megint több mint 100-an haltak meg, az aktív fertőzöttek száma meghaladta 88 000-et, kórházban ápolnak 6153 főt, és 461-en vannak lélegeztetőgében. Képviselőtársaim, az MSZP a tavasz folyamán számtalan megalapozott javaslattal élt. Volt, amit a kormány megfogadott, bár soha nem ismert el, hogy ez a javaslat tőlünk származik, mondjuk egy hét késéssel, vagy 10 nap késéssel érvény szerzett ennek a dolognak, és meglépte ezeket a szituációkat. Tegnap az ellenzéki képviselők itt a parlament előtt közös sajtótájékoztató keretében ismertették azt a 8 pontot, amellyel szeretnék segíteni a járvány elleni védekezést. Azt mondták, és most megismétlem én is, hogy tömeges és ingyenes tesztelésre van szükség. Igen, tömeges és ingyenes tesztelésre van szükség. Azt is mondták, hogy hatékonyabb kontaktkutatást kell végezni. És azt kérték harmadik pontként, hogy 100%-os mértékű táppénzt biztosítsanak azoknak, akik a fertőzés miatt elveszítik az állásukat, vagy kétséges a foglalkoztatásuk. Az otthoni munkavégzésre, a home office-ra dolgozzanak ki egy támogatási rendszert. Én úgy emlékszem, hogy ezt a támogatást és az adókönnyítéseket még a nyáron meg is ígérte a kormány, de a mai napig nem látunk belőle semmit. És kértük, követeltük, hogy a 9 hónapos álláskeresési támogatást léptessék életbe. És hatodikként kértük, hogy a részfoglalkoztatás támogató jóval szélesebb körű állami programot is dolgozzanak ki. És azonnali pénzügyi támogatást kértünk a nyugdíjasok számára és a gyermekes családok számára. Azt hiszem, ezt sem kell különösebben részletezni, hogy miért lenne erre borzasztóan nagy szükség. Különösen a nagyon alacsony nyugdíjjal, mondjuk a 100 000 forintos havi nyugdíjjal rendelkezők, vagy 100 000 forint alatti nyugdíjjal rendelkezők részére. És kértük azt is, hogy az önkormányzatok pénzét elvonó kormányzati büntetőpolitikát számolják föl. Azt hiszem, hogy nem mondok újdonságot. Mind ezek figyelembevételével, és ismerve az alaptörvény és a hozzá csatlakozó törvények, például az egészségügyről szóló törvények ismeretében, minden felelősség a kormányé. Hiszen ezek a jogszabályok egyértelművé teszik, hogy járvány idején minden intézkedési lehetőség a kormánynál van. És megismétlem még egyszer, a pénz, a paripa és a fegyver is. Egyéb iránt az MSZP frakció támogatni fogja ezt a törvényt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.